ezekbe beleteszi a mézet. A gyerekek itt épp egy olyan lépes keretet szemlélgetnek, amiben a méhek később a mézet gyűjtik. A Vadászati Múzeum kastélykertjében hétvégén minden a méz és a méhészet körül forgott, ugyanis a kulturális intézmény hétről hétre új tematika szerint rendezi meg a szabadtéri programjait. Nagyon vártuk már, hogy szabadtéren legalább megnyithassa a kapuit a Vadászati Múzeum. Egy kicsit kihoztuk a belső kiállítást ide az udvarba, úgyhogy mini kiállítás megtekinthető, illetve különböző programokkal kedveskedünk a látogatóknak, kipróbálhatnak különböző vadászati módokat a lézeres lövészetünkbe, íjászkodhatnak, illetve mindig kézműves foglalkozással is készülünk, hogy tényleg jó kis időt tudjanak itt eltölteni a családok. A programok a díszudvarban zajlottak, az érdeklődők pedig az idő előre haladtával egyre többen voltak. Néhányan kézműveskedtek, de akadtak, akik a rovar kiállításnál időztek szívesen. A gyerekek íjászkodtak is, és miután végigjártak mindent, gyakran előről kezdték a megtekintéseket. Kislányommal és az unokatestvéreivel érkeztünk, hát nekik minden érdekes, a múltkor már voltunk a lövészet az, amivel kezdtünk, de most a méhészes előadás, íjászkodás, tehát mindenen végigmentünk szépen, és utána folytatjuk, és utána kezdjük újra a kört. Ezen a hétvégén ismét várják a vendégeket a kastély díszudvarában, ezúttal a levendula köré épülnek majd a programok. Itt még megnézzük, ott a másik oldalon, hogy vannak.